Hát megpróbáljunk megfogni a marhát, a fejét, célozzuk meg. Egy legalapvetőbb dobással, a side down-mal, amit a jobb oldalunkon fogunk tekerni. Alexandra 3 éve lasszózik, stábunknak magyarázta el a helyes technikát. A lasszózás ugyanis nem csak a férfiak sportja. Most hétvégén a nők, hölgyek is versenybe szálltak a trófeáért. A western filmekből jól ismert mozdulatokat persze nem könnyű elsajátítani. Szandra elmondta, hogy noha évek óta űzi a sportot, erre a bajnokságra sokat készült. Igen, padlóváltam, és most így elmertem indulni, de kell hozzá alap, technika, türelem, mint egy sporthoz. Közben a sátorban már komoly tétért küzdöttek a versenyzők. Európa bajnok az lehet, aki a legszebb lasszóvetéssel fogja meg a műborjú nyakát, csípőjét vagy lábát. A jó dobáshoz a cowboy összejátszik a lovával is, aki szolgálatkészen lehajtja a fejét, amikor gazdája éppen dob. Minél magasabb pontszámú a dobás, annál nehezebb, tehát annál nehezebb kivitelezni. Van, aki rámegy a biztosabb dobásokra, alacsonyabb pontszámmal, de megdobja őket, és van, akik bevállalják a nagyobb dobásokat, magasabb pontszámért, és az vagy sikerül, vagy nem. Hazánkban egyébként kevesen lasszóznak, pedig a sporthoz egy jó kötél kell csupán, hogy otthon is lehessen gyakorolni. Később lóhátról is meg lehet próbálni, mondja a 4-szeres Európa bajnok. Otthon a kiskertekben is megoldható, nem kell hozzá semmi, igazából egy lasszót kell csak megvenni, és még műborjú se, ki lehet tenni egy széket, akármit, amire lehet dobálni, először a földre vagy bójára, tehát nem egy nagy befektetés, és akkor csinálod, amikor éppen van szabad időt. A magyar széki megmérettetésre a magyar versenyzőkön kívül osztrák, német és svájci sportolók jöttek el, összesen csak nem 30-an versenyeztek.